Mit keres itt az állatkert? Az állatkert az 1999-ben kapta meg használatra ezt a helységet. Akkor még csak ez a picike 190 négyzetméteres bolt helység volt az állatkert kezelésében. De mi akkor már tudtuk, hogy mi van alattunk. Másképp fogalmazzak, hogy mit rejt az egy ajtó, vagy az a befalacott ajtó lent a pincében. A kazamatát én gyerekkoromtól fogva jól ismertem, annak idején kisgyerekként sokat játszottunk itt. Úgyhogy ez volt az egyik oka annak, hogy az állatkert betelepedett ide a belvárosba. A téli időszak az az időszak az állatkert életében, amikor viszonylag kevés látogatót fogadunk, hiszen akkor a botanikai háttér és akkor az állatkertnek a varázsa talán annyira nem üdvözli a látogatókat, mint tavasztól őszig. Ez azt jelentette, hogy ha a látogatók nem jönnek az állatkertbe, akkor az állatkertünk is a látogatókhoz közelebb. Tehát itt a belvárosban is felépítjük a főhadiszállásunkat, és itt is megpróbáljuk elvarázsolni azokat az embereket, akik kíváncsiak rá. Így találtuk meg ezt a központot, és igazából 99 óta kerestük a lehetőséget arra, hogy meglegyen az anyagi forrás, hogy mi megcsinálhassuk azt, amit megálmodtunk annak idején. Ugye ez a kazamata egyrészt egy csodálatos középkori millió, ami tényleg az egyik leginkább megmaradt része a győri várnak. Egy elrejtett olyan pince, egy olyan zúg, amire minden gyerek kíváncsi, akit minden gyerek szeretne megismerni. És van még egy csodálatos tulajdonsága. Itt bizony télen, nyáron teljesen stabil klíma, teljesen stabil hőmérséklet, 5 fok uralkodik. Ez egy ragyogó lehetőség arra, hogy mi itt éjszakai és trópusi terrariumi állatokat, akvárium állatokat mutassunk be. Ez volt az alapelv, ez volt az álom kiindulása, és most pedig eljutottunk odáig, hogy a holnapi napon átadjuk a kulcsokat, és maga a beruházás is kezdetét veszik.